Ahogy minden magyar népmese, így a Piarista iskola műsora is ezzel a dallammal kezdődött a népmese napján. A diákok nem csak Benedek Elek születésnapjára készültek mesével, a hétköznapokban is szívesen olvassák a történeteket. Mindig arra tanítanak, hogy bátrak legyünk, és hogy merjük megvalósítani azt, amit szeretnénk, és hogy legyünk kedvesek egymással. A Piarista iskola hatodikos osztálya egy népmesét adott elő diáktársaiknak az udvaron. Hát abban bizony nem volt egyéb, csak egy kurta farkú egér. Ha az egérnek hosszú farka lett volna, az én mesém is tovább tartott volna. Az igazi népmese mellől a népzene és a citera kíséret sem hiányozhat. A gyermekek már a népmese visszatérő motívumait is jól ismerik. Nem mindig igaz a történet, az is jó benne, meg hogy például, hogy három királyfi, hogy a mesebeli számok. Meg hogy a királynak mindig van, hogy mindig ilyen király vagy hercegnőről szól. A Piarista iskolában már 2005 óta emlékeznek meg Benedek Elek születésnapjáról, a mese megszerettetésének pedagógiai jelentősége is van. Nem csak az olvasás miatt, ugye, hogy maga az olvasásnak a tevékenysége, a folyamata fontos, hanem a népmeséknek a tartalma, a közlése, tehát hogy minden olyan életbeli problémára találnak benne megoldást, ami őket foglalkoztatja, és ugye hát elkíséri őket a felnőtt korig, amikor gyerekeik lesznek, és akkor is hát nagyon-nagyon hasznos dolognak tartom. A Huszárgál városi könyvtár sem feledkezett meg Benedek Elek születésnapjáról. Egy interaktív mese délutánnal készültek a gyermekeknek. Köszérítettik minden alattvalómnak, ide figyeltetik, összegyülekezés, 8 órakor versenyfutás, Szélike király kisasszony gyönyörű leányom, versenyt fog futni, sebesen futunk. A népmese napja a népi kultúránk, hagyományaink megőrzésére buzdítja a fiatalokat, hogy később felnőttként majd a saját gyermekeiknek mesélhessék esténként a már jól ismert történeteket.